A Szabó Ferenc Alapítvány kuratóriuma idén is megrendezte Szabó Ferenc iskola alapító gyors és gépíró tanár születésének évfordulója alkalmából hagyományos emlékünnepségét. A megemlékezés az Arany János gimnázium és szakközépiskola aulájában elhelyezett emléktáblánál kezdődött, ahol Daróczi Lajosné kuratóriumi elnök köszöntötte a vendégeket. A 102 évvel ezelőtt született Szabó Ferenc életpályáját, hivatását, az iskoláért nyújtott önzetlen munkáját egykori tanítványa, az iskolát 26 évig vezető Szőke Albertné szavaiból ismerhették meg. Az emléktábla koszorúzása után a verseny eredményhirdetésével folytatódott az ünnepség. Én már 14. éve szervezzük meg ezeket a versenyeket. Az alapítvány létrehozása óta igyekszünk mindig új elemeket is bevetni, igen, illetve olyan tanulócsoportokat, tanulóköröket is bevonni a versenyekbe, akik korábban nem voltak benne. Tehát nem csak a szakképzősöket, nem csak a szakközépiskolásokat, hanem a gimnazistákat is nagyon nagy szeretettel várjuk és hívjuk erre a versenyre. Hál' Istennek minden évben jönnek is, különösen idegen nyelvekben és gépírásban tudjuk őket bevonni. Az idén is voltak gépírásból versenyek, aztán szövegszerkesztésből, illemetiket protokollból, itt is nagyon szépen szerepeltek a nem csak szakképzősök is, aztán helyesírás nyelvhelyességből szerveztünk még versenyt, illetve az idegen nyelvek kategóriájában, és pluszként egy PowerPoint prezentációs versenyt is hirdettünk, ahol Szabó Ferenc életét, munkásságát, alakját lehetett bemutatni egy szép, színes, kreatív feldolgozásban. Igyekszünk minél többet kihozni a gyerekekből, akkor vagyunk boldogok, hogyha ők is élvezik, amit csinálnak, végre megtalálják azokat a kis területeket, azokat a foglalkozási köröket, ahol jól érzik magukat, ahol sikereket érhetnek el, és azt gondolom, illetve azt reméljük, hogy ezekkel motiválni lehet őket, mert kell, hogy mindig érezzék a sikerességüket, kell, hogy valami előre vigye őket. Az alapítvány folyamatosan támogatja azokat a anyagilag is, szociális körülmények miatt rászoruló tanulókat is, illetve azokat is, akik ezeken a versenyeken szépen szerepelnek. Tehát gondozzuk a tehetségeket, természetben, illetve anyagilag támogatjuk őket, ajándékokat adunk át ezeken az ünnepségeken, és olyan pályázatokat is írunk ki, amelyek valóban a szociálisan rászorultaknak szólnak. Őket iskolakezdési támogatással, vagy karácsony előtt egy kis ajándékkal, természetben juttatással tudjuk támogatni. Az iskolavezetés folyamatosan támogat minket, segíti a munkánkat, illetve a tanulók körében is terjeszti, kollégák is bemutatják, ki volt Szabó Ferenc, a honlapunkon olvasható az élete, munkássága, illetve a évenként meghirdetett versenyek is felhívás formájában mindig kint vannak az aktuális honlapon. Az iskolai versenyek egyben válogatói is minden évben az országos gépíró, gyorsíró, szövegszerkesztő versenyeknek. Ezek a tanulók nem csak az iskolában mutatják meg, hogy milyen ügyesek, hanem a legjobbak részt vesznek az országos döntőkön is. Az idén már ősszel is volt egy országos verseny, ami interneten keresztül zajlott. Itt három tanulónk nevezett, mindhárman sikeres dolgozatot készítettek, mindannyian ügyesen szerepeltek, sőt a három közül egy 9-es tanulónk a legjobb lett az ő kategóriájában. Az ország összes 9-esek között, akik neveztek gépírásból, ő hozta el a pálmát, ő az első. Őt is, és egy 13A osztályos tanulót is, most nevezünk a bajnokságra is. Aki az országos bajnokságon eléri a nemzetközi, a kategóriájának megfelelő nemzetközi színvonalat, ő jó eséllyel pályázhat arra is, hogy a nemzetközi gépíró, szövegszerkesztő vagy gyorsíró versenyen részt vehet, és Magyarországot képviselheti. Diák, ifjúság és felnőtt kategóriában indulnak ezek a versenyek. Az egyik ilyen versenyző Szőke Richárd, aki ebben az évben is elnyerte a legjobb gépírónak járó kupát, és már egymás után harmadjára. 8. évfolyamban vettünk egy gépírásórán, itt ismerkedtem meg a tantárgyal, és itt figyeltek fel rám, úgymond, hogy kiemelkedő gyorsasággal írok, és így kerültem el versenyekre, ahol egyre jobb és jobb helyezést értem el. Eleinte 10 perc alatt 2000 karaktert írtam, majd ez lett 3000, majd pedig idén 15 perc alatt majdnem 5000 karaktert írtam. Egy átlagán olyan 1000-1500 karakter között egy 10 perc alatt. Eddig csak Budapesten volt több országos verseny, több éve. Kell felkészülés, több napot előtte gyakorolni kell, vannak meghatározott szövegek, meg persze ugye mindennapi számítógép, ez is sokat segít. De én kiemelném én esetemben, hogy ugye gitározok és az új mozdulatok azért kisegítenek itt is. A legnehezebb talán az, hogy ugye helyesen írjuk le az adott szavakat, mert sokszor a helyesírásjavító nem jelzi, ha helyesen írunk le egy szót, de nem a szerepel a papíron. Van egyáltalán arra mód, hogy javítsatok, vagy itt lehet hibázni?
természetesen lehet, csak utána ki kell javítani megfelelő időn belül. Most következik egy országos bajnokság, aminek a, ha bejutok, akkor világbajnokság következik, de nem szeretnék ezzel foglalkozni, csak ilyen hobbi sport marad. A díjazásban, a versenyek szervezésében a Szabó Ferencről elnevezett alapítvány is segít, és a támogatásoknak, felajánlásoknak köszönhetően egyre több tanulót tudnak támogatni.